Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk dr. Kanász Nagy László, a Karcagi Kátai Gábor Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa, önkormányzati képviselő. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A megyei egészségügyi díját kaptam, tehát kifejezetten szakmai díjat kaptam. Nagyon köszönöm a meghívást, Mónika. Tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit. Ilyenkor, amikor egy életpályát mutatunk be, mert hiszen ez a kitüntetés, ez egy hatalmas elismerés, kicsit azért az előző éveket, évtizedeket is bemutatjuk az adott személynél, és abszolút arra is fókuszálunk, hogy hogyan kezdődött, hol végezte tanulmányait, miért lett orvos? Debrecenben tanultam, gimnáziumi éveimet pedig Hajdúszoboszlón töltöttem, ekkor már biológia érdekelt, biológiai szakon végeztem a középiskolát is. Már az elején, a középiskola elején eldöntöttem, hogy valami ilyesmi pályára szeretnék menni, elsősorban orvosi pálya vonzott. Azt nem tudom miért, mert a családban nem nagyon volt hagyománya az orvosi pályának, de megszerettem is a gondolatot, és aztán a néhány osztálytársammal együtt az Orvos Egyetemre jelentkeztünk. Egy kicsit ambivalens voltam, mert nem volt elég önbizalmam ehhez az Orvostudományi Egyetemhez. Úgy gondoltam, hogyha az első vizsgám nem sikerül, ez pedig biológiából volt évvégén egy szigorlat, akkor elmegyek artószerelőnek. De aztán ötöst kaptam, úgyhogy ezzel megindultam ezen a pályán, karrieren is. Hát ugye elég sikeresen, hál' Istennek, megszeretve a gyógyítást sikerült elvégeznem a Orvos Egyetemet 1983-ban. És hát akkor október 3-ától dolgozom itt a karcagi, akkor még városi kórházban. Az első nap a 7. emeleten mutattak be a Selmeci Pál főorvos úrnak és a kollégáinknak, és hát azóta is ott vagyok. A 7. emeleten dolgozom gyakorlatilag folyamatosan, hát most már a jövőre 40 éve lesz, úgyhogy igencsak eltelt az idő. Hát ilyen nagyon nagy köszönet azért, hogy talán észrevettek, vagy méltónak találtak valakik, akik ugye erre a díjra jelöltek, és hát köszönet azoknak a grémiumoknak, akik meg is szavazták végül is a megyei díjat a számomra. De azért én úgy érzem, hogy ez nem az én egy személyi kitüntetésem. Tehát ez ugye az orvosi munka az nem egy egyedülálló munka, még egy házi orvosnál sem. Rengeteget köszönhetünk a kollégáinknak, a szakdolgozóinknak. Kiváló asszisztensek vesznek körül a szakrendelőben, a kiváló nővéreink vannak az osztályon, főnővéreim példanélküli kiváló szakemberek, akik hát az osztályvezetés szinte minden gondját leveszik a vállamról, úgyhogy könnyű életem van, én úgy mondom, mert nagyszerű csapat vesz körül, és a kölcsönös tisztelet, kölcsönös bizalom, meg hát a nagyon jó munkakapcsolat, jó hangulatú munkakörnyezet az, ami összetart minket, és szerintem így lehet igazán pozitív körülmények között ezt a nehéz munkát végezni, ami sokszor azért frusztrációkkal, hát rosszul sikerült esetekkel, sajnos szomorú történetekkel is, de nagyon sok örömmel és sikerrel is szegélyezett pálya. A kardiológia azért elég összetett. Miért ezt választotta sok-sok évvel ezelőtt? Hát ugye először a belgyógyászati osztályon kezdtem dolgozni, és hát ez is volt a célom, hogy belgyógyászatból szerezzek szakvizsgát. Ugye ez egy 5 éves képzés,
amiben hát ugye benne volt egy év katonaság, aztán természetesen akkor még el kellett vonulnunk egyetem után férfiaknak, katonának, és utána egy év körzeti orvosi gyakorlat 1985-ben a 3 hónapos kötelező körzeti orvosi gyakorlatomat, azt itt töltöttem a 3-as körzetben. Aztán úgy megszerettem, még nem is volt orvos, aki kövessen, hogy egy évig csináltam, és nehezen is mentem vissza, aztán majdnem ott ragadtam házi orvosként a városi körzetbe, de hát aztán csak visszacsábítottak, és akkor a 88-ba szakvizsgáztam belgyógyászatból. Még ebben az évben Selmeci főorvos volt az osztályvezető főorvosunk, és akkor nem sokára ő nyugdíjba ment, és hát ugye jött 89 a rendszerváltás és a nagy felfordulás időszaka, ugye az egészségügy is egy kicsit megmoccant, ugye akkor Szabó János lett a igazgatónk, akit még annak idején ugye a demokráciát ekkor tanultuk meg, ugye őt például a kórház dolgozói választották meg, tehát egy ilyen demokratikus igazgatóválasztás történt gyakorlatilag, és hát néhány éven át ő volt a kórház igazgatója, és akkor hát elindultak ezek a hát ráépített szakvizsgák gyakorlatilag. A belgyógyászat egy hatalmas szakterület, aminek rengeteg rész, ahány szervünk van, annyi szakterülete van, tehát van endokrinológia, ugye a belső szervi elválasztású mérgeknek a tudománya, diabetológia, van tüdőgyógyászat, van gasztroenterológia, és hát a szívnek is van külön szakterülete, és ugye ezek a tudományágak nagyon hirtelen, nagyon gyorsan fejlődésnek indultak a 80-as években. Rengeteg eszközös, gyógyszeres terápia bővülés és diagnosztikai lehetőség jött elő ezekben az időszakokban, tehát tartanunk kellett nekünk is a korral a lépést, és akkor hát Szabó igazgató úrnak a unszolására kezdtünk el. A belgyógyászaton dolgozó, akkor 7 orvos volt a 7. emeleti belgyógyászaton, és mindenki kivétel nélkül valamilyen másodterületi szakvizsgára ment el és leszakvizsgázott. Így lett 2 gasztroenterológus az osztályon, ugye Gál Károly főorvos, vagy Perge Judit főorvosnő először, lett endokrinológusunk Telek Judit főorvosnő, lett onkológusunk Ragály Janikó főorvosnő, aztán később jött a Jüsszef doktor, aki szintén endokrinológiából szakvizsgázott, és hát később csatlakozott hozzánk Fazekas Katalin, aki már akkor tüdőgyógyász volt. Tehát mindenkinek volt valami plusz szakterület, és ez volt gyakorlatilag ennek a kornak a fejlődés iránya, hogy a belgyógyászat szét fog esni részterületekre, már ugye az igazi úgynevezett bergmani belgyógyászat az már nem fog dinamikusan fejlődni, hanem a szakterületek fognak fejlődni. És Hajdú László főorvos volt ekkor az osztálynak a vezetője, aki hát egy nagyon dinamikus, már új szemléletű vezető volt, nagyon kollegiális, jó viszonya teremtett az osztályon, és tényleg összeterelt minket a szárnyai alá, és mindenkit támogatott a továbbképzéseiben. Úgyhogy egy rendkívül jó belgyógyászati osztály alakult ki a 90-es években, ahol mondom, szinte mindenkinek volt valami plusz szakterülete. Zsembeli főorvos úr, aki előzőleg igazgató volt, ő megteremtette egyébként a kardiológia alapjait, volt is egy ilyen jellegű belgyógyászati részleg a 6. emeleten, és ekkor már én szakrendeltem is ebben a belgyógyászként, ebben a kardiológiai jellegű szakrendelésen, és én ott megszerettem ezt a dolgot, és hiányoltam is, hogy nem tudunk tovább lépni ezen a területen. Ugye ekkor már szívultrahangok vizsgálata, terhelés, a sékágik,
a holtán monitorozás, olyan műszeres vizsgálatok voltak, amit egy ilyen vidéki kórházban is hát el kellett tudni végezni ahhoz, hogy korszerűen tudjuk a betegeket ellátni. Tehát éreztem a szükségét, hogy ezt jó lenne azért kitanulni. Ez persze nem volt egyszerű, mert 2 évre el kellett vonulni Debrecenbe a klinikára, úgyhogy 1992-94-ig a debreceni klinika szívtüdő klinikáján tanultam ki a kardiológiát, és hát ott szakvizsgáztam. Egy nagyszerű korszaka volt egyébként ez a kardiológia fejlődésének ott Debrecenben, hiszen alapvetően egy tüdőgyógyászati klinika volt, és ennek voltak mellkossebészeti, volt egy kis szívsebészeti része, még Ömöri professzor idejében kezdett kialakulni a szívsebészet, és amikor oda kerültem, akkor már készen állt az első katéteres labor, ahol Vojt László tanár úr vezette be a szívkatéterezésnek a technikáját, és hát ugye ő végezte az első ballonos koszorúértágítást is abban az időben Debrecenben, és hát ebben az időszakban került oda Svédországból, a Karolinska Egyetemről Péter Fiárpád professzor úr, aki gyakorlatilag megteremtette, vagy felvirágoztatta a debreceni szívsebészetet. Nagyszerű, melegszívű, egyenes székely ember volt, aki nagyszerű kollega volt, és kiváló szívsebész. Az ő fényében születhetett meg az Augusta klinikán a szívsebészeti töröm, egy ultramodern épület volt akkoriban, ahonnan kakasülőről egy üveg kalickában lehetett nézni a szívműtéteket. Ugye beláttunk nyitott mellkasba, hogy mi történik ott a beteggel. Nagyon érdekes időszak volt, és hát ebben a feltörekvő, vagy ebben nagyon dinamikusan fejlődő időszakban lehettem én is ott a klinikán. Nagyon sokat köszönhetek Hegedűs Ida tanárnőnek, aki akkor az ultrahanglabort vezette, és hát 2 éven át én ott ültem mellette a vizsgálóágyon, és lestem el, hogy mit és hogy kell ezt a vizsgálatot elvégezni, ugye a látásmódját, az egész technológiáját, ugye akkor még nem engedték, hogy a tanuló nebuló megfogja ezt a bizonyos transzdúcert, ugye amivel vizsgálunk, ez a méregdrága, kézzelfogható műszert, de amit ő végzett, ő csinált, azt én láttam és tanultam, mert ahogy hazajöttem ugye akkor ezekben az években, tehát 94-ig, sikerült, és ugye ez a rendszerváltás utáni időszak, itt pályázati pénzek már kezdtek csordogálni az egészségügybe, és egy pályázatból meg tudtuk oldani az EKG diagnosztikai rendszernek a beszerzését, ami egy világszínvonalú amerikai műszer volt, egy market kombinált műszer, ami terheléses EKG-t, holter monitorozást és különféle EKG technológiákat tudott csinálni, ezt 25 éven át nyúztuk ezt a műszert, és azóta sincs sajnos ilyen minőségű eszközünk, és már tönkre ment. És ezt követően pedig sikerült egy szívultrahangot is beszereznünk, úgyhogy ezzel el kellett kezdenem dolgozni, és hát megtanulni a technológiát, meg hát látni a beteget, és hát ez egy kicsit nehéz időszak volt, de hát hamar belejöttem, és csináltam nagy kedvel. Elsősorban egy ilyen ambuláns kardiológiai diagnosztika indult akkor be. Ilyen téren ugye nagyon el volt maradva a terület, mert nem volt hozzáférhető gyakorlatilag ez a vizsgálat a kórház ellátási területén. És hát szépen elkezdtük felgöngyölíteni a ellátásra, műtétre, egyéb beavatkozásra szoruló betegeket. Természetesen nagyon jó munkakapcsolat alakult ki a debreceni klinikán dolgozókkal, azokkal, akik ugye oktattak engem, illetve azok, akikkel együtt szakvizsgáztunk abban az időkben. Hát ugye most ők már tanárok, professzorok, adjunktusok,
de mindennapi munka kapcsolatunk van azóta is, tehát a telefonon az ember hívja őket, akkor nagyon jó, készséges, hát a betegellátás szempontjában nagyon fontos kapcsolatot jelentenek. 94-nél jártunk. A pályafutását azután mi jellemezte főorvosúnak mind a mai napig. Mennyiben változott egyébként az egészségügy 94 óta, mert ugye addig elmondtuk, hogy egy robbanás történt az egészségügyben. Így van. És hát ugye a 90-es években még tartott ez a lendület, aztán hát ugye a belgyógyászati osztályunk az, ahogy Hajdú főorvos úr nyugdíjba ment, hát sajnos nem volt túl jó főorvosa ezt követően az osztálynak, és hát gyakorlatilag szinte mindenki elhagyta a süllyedőhajót, mindenki elment valahova másfele, én is Pelge főorvosnővel elmentem, én csak részlegesen mentem el mezőtúrra 4 évre, 2008-tól 12-ig. Hát ott kardiológiai szakrendelést csináltam szintén is, és folytattam azért a karcagi kardiológiai szakrendelő munkáját is, de akkor osztályon nem dolgoztam egy 4 éven át. Sajnos azóta a orvosi létszámunk egyre csökken. Ugye néhányan azért visszajöttünk, akik belgyógyászati jellegű munkát végeznek a kórházban, de sajnos egy lassú apadás van folyamatosan a belgyógyászati doktorok számában, és hát nem nagyon jönnek, ez a legsúlyosabb probléma, ez más szakterületet is érint. Ennek én hát nyilván 2 alapvető oka van. Az egyik az, hogy a vidék a mai fiatalságnak már nem annyira vonzó. Tehát még akik Karcagról kerülnek orvosegyetemre, még azok sem nagyon jönnek vissza, sőt, szinte egyáltalán nem. Nagyvárosba szeretnek elhelyezkedni. Ugye megnyílt az Európai Unió munkaerőpiaca 94-ben, és hát ugye azóta, nem 2004-ben, és azóta ugye rengeteg fiatal távozik külföldre, a végzősök, elsősorban a végzősöket veszítjük el. A másik komoly probléma, hogy még annak idején mi könnyűszerrel vizsgáztunk, szakvizsgáztunk, szereztünk képesítéseket úgy, hogy karcagi kórház dolgozói voltunk, ma ez megnehezült. Tehát ma már nem lehet például egy gyászat szakvizsgát se könnyen szerezni egy vidéki kórházból, mert olyan sok gyakorlaton kell lenni, rezidens képzésen kell lenni, amiket csak megyei intézményekben, klinikákon lehet elvégezni, és hát 1-2 év az, amit a gyakorlati időből egy ilyen vidéki kórházban lehet eltölteni. Ez sajnos nagyon rossz, mert ugye felfordult az orvos létszám aránya. A vidéki kórházakban nagyon kevés orvos van, a centrumokban viszont rengeteg. Tehát ugye ott torlódnak a szakvizsgára készülő fiatalok, nyilván egymástól nem férnek oda a munkához. Tehát mindamellett, hogy meg kellene tanulniuk a szakmát, meg kellene tanulniuk bánni a beteggel, az emberekkel. Nincs igazán felelősség a vállukon, nem kell dönteni semmiben, mert úgyis fölöttük döntenek 2-3 szinttel. Tehát sosincsenek rákényszerítve az önálló cselekvésre és tevékenységre. Mire szakvizsgát szereznek, addigra valószínűleg rájönnek arra, hogy önálló munkavégzésre nem vágynak. Tehát ők jobban szeretnek mindig valaki alatt fölött tevékenykedni, és bizony egy ilyen vidéki kórházban például nem elég, ha valaki csak kardiológus. Hiába, most már ugye lehet önálló szakvizsgaként megszerezni a kardiológiát, nem kell hozzá előtte belgyógyászati szakvizsgát is tenni, de lehet önállóan egyéb részterületek szakvizsgáit is letenni a belgyógyászat alapjai nélkül. Ez egy vidéki intézményben nem jó, mert nagyon sok olyan
dolog van, amit nem végezhet el az, akinek csak egy ilyen szakvizsgája van. Nem tud belgyógyászati osztályon dolgozni, nem tud belgyógyászati osztályon ügyelni, mert nincs hozzá meg a képesítés. A gyógyszereket, bizonyos gyógyászati segédeszközöket nem írhat fel, tehát nem láthatja el mondjuk így a beteget, mert nincs hozzá jogosultsága. Tehát egy vidéki kórházban belgyógyászra van szükség, amiket mostanában nem termel a rendszer, hanem kardiológusokat, tüdőgyógyászokat, gasztroenterológusokat, endokrinológusokat, diabetológusokat, onkológusokat, és ezek ugye, ezeknek a szakmáknak a klinikákon van meg a helye csak. Tehát az orvosképzéssel óriási baj van. Nem tudja biztosítani a vidéki kórházak igényét, ellátási igényét. Ezen hát nagyon sürgősen változtatni kellene, különösen egy ilyen megyében, mint Szolnok megye, ahol nincsen orvosképzés. Hát így is 5 kórházat tartunk fönt mindez ideig, és az orvos létszám az valószínűleg csak egyre lenne elég. Annyira lecsappant az orvos létszám, mert ugye ide nem nagyon jönnek a rezidensek ebbe a területbe, mert ugye Pestre mennek, Szegedre mennek, Debrecenbe, esetleg Nyíregyházára, tehát nem a Szolnok megyei ellátóhelyeken találjuk meg. És hát ugye mire szakvizsgát szerez egy fiatal, addigra ugye 30 éves. Most egy 30 éves orvos, hát már csak megállapodik, valami lakást kell szerezni, megházasodik, gyereke lesz, azt járatni kell valahova, ugye, óvoda, bölcsőde, iskola. Hát kötődik ahhoz a helyhez nyilván, ahol addig lakott, és nehezen váltanak, nehezen mozdulnak ki egy vidéki kisvárosba. Szóval ezek úgy alapvetően nagy gondjai a mai magyar egészségügynek. Ugyanakkor a középkáder gárda, az ápoló személyzet pedig extrém jó a vidéki kórházakban. A gond a centrumokban van. Tehát Budapesten, a klinikákon ott viszont kevés a nővér. Tehát is egy nagyon furcsa sarkalatosság jellemzi az ellátás különböző szintjeit van Magyarországon. Itt is kiváló nővérgárda van a kórházban, elegen is vannak. Hát ugye most megint struktúra átalakítás előtt állunk, úgyhogy nem lehet tudni egyelőre még, hogy milyen ágyszámmal is osztály szerkezettel fogunk fölállni az elkövetkezendő évben, valószínűleg jövő évben. Akkor ez egy közeli időpont. Igen. Igen. Biztos vagyok benne, hogy minden egészségügyben dolgozónak van egy olyan esete, vagy akár több is, amire akár hosszú évek múltán is emlékezik. Önnek mi volt ez? Hát sok volt, de most ami egyszer hirtelen ennyiben bejutott, még tényleg a hőskorban volt, amikor még az első műszereink voltak, tehát a legegyszerűbb, meg a hát nem ennyire kifinomult diagnosztikai ultrahangkészülékünk volt, de emlékszem, hogy volt egy karcagi beteg, aki rendkívül súlyos állapotban volt, súlyos szívelégtelenségben. Nem is lehetett vizsgálni, csak ülve, nem tudott lefeküdni, annyira fulladt, és hát kiderült, hogy egy nagyon súlyos szív belhártya gyulladása van a főverőér billentyűn, ami leszakadt, tehát a főverőér billentyűje leszakadt ettől a gyulladástól, és egy heveny tüdőödémát, ugye egy ilyen fulladásos állapotot idézett elő, nem sok ideje volt hátra, és őt hát azon nyomban küldtük a szívsebészetre, és akkor hát ugye parádés szívsebészek voltak Debrecenben, Vasili Miklós volt akkor az ügyeletes szívsebész, akivel rögtön tudtam beszélni, és azonnal vitték a műtőbe, és óriási heroikus műtéttel, de meg tudták menteni az életét. Már majdnem leszakadt az egész aorta a szívről, annyira gyulladás, annyira körbeette ezt a főverévennek a tövét, gyökét, úgyhogy még 15 év körül ért ez a beteg utána, ami nem sokon múlott az élete tényleg, ha akkor nincsenek meg ezek a lehetőségek, akkor nem tudjuk megmenteni.
Ez egy igazi sikertörténet hát volt igen, akkor. Igen. Tehát van néhány ilyen eset, igen, amikor az a megalapozott diagnózis és a gyors diagnózis az életet tud menteni, hogyha megfelelő helyre küldjük a beteget. Ez már azért manapság már mindennapos, tehát nem annyira nagy kuriózum, de akkor még a 90-es években nem... Annak számított. Igen. Az interjú elején beszéltünk már a díjról, és néhány gondolatban el is mondta, hogy kinek köszöni, és hogy egy igazi csapatmunka az ön hivatása, és nyilván itt kicsit úgy érzi, hogy nem csak ön, hanem a többiek is részesültek ebben a díjban. De hogyan fogadta, amikor megtudta az első gondolat, ami volt? A legelső gondolatom az volt, hogy ezt inkább poszthumusz kéne adni. Ugye, tehát nem voltam ott, amikor erről a döntés született, illetve már csak az önkormányzati ülésen hallottam róla. Hát örültem neki nyilván, mert azért ez nagyszerű dolog, hogy felfigyelnek az emberre, hogy azért csak letett valamit. Másrészt egy ilyen ambivalens érzés is ez, mert ez ugye az életműdíj gyakorlatilag. Hiszen 40 éve fog jövőre dolgozni, és adódik is a kérdés ennek kapcsán, hogy ilyenkor van még olyan terv, elképzelés, amikor ennyire sok évtizedet is eredményesen végig dolgozott? Hát nyilván a karcagi kardiológia megmentése ez a legfőbb cél, hogy az azért megmaradjon, mert ugye mondom, most egy ilyen struktúraváltás lesz, hogy annak minél nagyobb szerete meg tudjon maradni. Ugye lehet, hogy a kardiológiai rehabilitáció az áldozatul esik ennek a átalakításnak, nem tudjuk még, de minél nagyobb szeretét lenne jó megmenteni a kardiológiai ellátásnak, és hát kellene, nagyon kellene valaki, aki jön, és utána csinálja, folytatja, vagy még kitanulja ezt a szakterületet. Ugye, hát alapvetően három kardiológus dolgozik most a kórházban, ugye rajtam kívül a utánam szakvizsgát tett Király József főorvos úr, aki hát ugye szintén ilyen szakvizsga halmozó, tehát ő anesteziológus is, belgyógyász is, kardiológus is, hát ő főleg az intenzív osztály is az a műtéti altatásokat végzi, a főállása ebből, hanem is egy napot rendel a kardiológián, de hát nyilván ő is ott van munkaidőben, ha ilyenre akutan szüksége van valamilyen kardiológiai ellátásra. És hát Nagy Erika doktornő van még, aki legutóbb hagyta el tőlünk az osztályt, és kiment körzeti orvosnak Tiszafüredre, mert ő Tiszafüredre járt be minden nap. Hát szült két gyönyörű gyereket, és hát mondjuk meg érthető, hogy nem akart már 40 kilométerekre eljárni minden nap dolgozni. Úgyhogy ő már csak egy napon jön, és szintén a szakrendelőben dolgozik. Ebbe segít nekünk, sőt, Tiszafüreden is indult egy kardiológiai szakrendelés, ahol hétfői napokon indította be ezt a kardiológiai munkát, és hát bővül ennek a rendelőnek és a felszereltsége, és valószínűleg szépen kialakul majd az ellátás ott is. Ezek a segítségek vannak, de ugye nagyon kellene osztályos orvos, nagyon kellene teljes mellszélességgel kardiológiát ellátó orvos a kórházba. Egyelőre csak én vagyok ilyen. De ezt egyszerű hallani, hogy egy ilyen hatalmas elismerés átvételét követően is még mindig van az a bizonyos motor, ami hajtja önt. Igen. Természetesen hát ugye nem lehet magára hagyni a szakmát, meg főleg a szakmában dolgozókat. Ugye ez is egy nagy felelősség, hiszen hát ugye az osztály vonzásában azért 20-25 dolgozó van a kórházban, akiknek nyilván ez a munkahelye is, és ugye itt munkahelyek megmentéséről is szó van, nem csak a betegellátás feltételeiről. És itt adódik a kérdés, hogy főorvosként dolgozik, önkormányzati képviselőként is számos feladata van. Amikor szabad ideje adódik, akkor azt mivel tölti? Hát leginkább az unokáimmal szeretem.
és a párommal nyilvánvalóan. Szeretek otthon lenni egyébként, szeretek kertészkedni, de az nagyon leköt és pihentet a kerti munka. Persze elfáradok, de máshogy szellemileg megpihentet. Szeretek gitározni, bár én őket elhanyagolom, de hát kell szeretek úgy aktívan foglalkozni sok minden más mellett. Én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a meghívást, és mindenkinek jó egészséget kívánok. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra!